A Neumann János Számítógép Tudományi Társaság a digitális számítógép elvi alapjainak lefektetésével ismerté vált matematikus születésének 120. évfordulója alkalmából szervezett kiállítást, ahol a Magyar Elektrográfiai Társaság munkáiból látható egy válogatás. A Magyar Elektrográfiai Társaság tagjainak a kiállítása, tulajdonképpen 84 alkotóművészünk van, aktív alkotóművészünk, ebből 70-en jelentkeztek a felhívásunkra, amit a Neumann János Számítógéptudományos Társasággal együtt szervezünk. Ők kerestek meg ebből az alkalomból, hogy a tudományos megemlékezések mellett legyen egy képzőművészeti program, ami Neumannról szól, és az ő tudományos munkásságáról, arról, amit feltalált, tehát a számítógép hatása a modernkori képzőművészetre. Mondanék egy szlogent, ugye, amit szoktunk emlegetni, hogy Leonardót sem hagyta volna hidegen a számítógép. Ugye ő is mindig kísérletezett, és ezt minden korban megtaláljuk, hogy a művészeket érdekelte, élénken érdekelte a technikai fejlődés, a találmányok. Tehát ez mind azért van, mert ugye egy útkeresés is egyben egy művészi út, pálya, hogy szeretnénk valami újat, valami mást. És mindig a saját korában keresi az ember, ugye nem lehet azt csinálni, mint évszázadokkal ezelőtt, tehát ami erre jellemző, és ez ebben, amiben élünk, ezt kell nekünk kifejezni. És ebben a számítógép nagyon-nagyon sokat jelent, mert teljesen új utakat jár, tehát ennek nincs klasszikus hagyománya. Tehát szinte azt mondhatnám, hogy folyamatos kísérletezés folyik, ami számunkra is nagyon érdekes, és szerintem a számítógép számára is, mert oda-vissza egy párbeszéd alakul ki. Az így módon készült képek esetenként akár több különféle program használatával születnek meg, az alkotó fantáziájában megálmodott művet tükrözve. Minden művész, aki komolyan és mélyen foglalkozik ezzel a digitális művészettel, külön úton jár. Tehát nincs az, hogy mint régen a trendek, hogy impresszionizmus vagy kubizmus, hanem mindenki azt csinálja, ez persze köszönhető a művészet szabadságának is, amit ugye az előző századból ugye megkaptunk, hogy a műfajokat lehet kombinálni, lehet rétegezni, tehát teljes szabadságot élvezhetünk, és ezt most kitölti a számítógép. Most itt csak 32 művésznek a munkáit láthatjuk, ugyanis helyhez kell igazodjunk az adottságaihoz, és most itt ezt a választást eszközöltük, hogy hát a méreteket is számba véve azt, hogy mi a téma, tehát ábrázoló vagy éppen absztrakt módon próbálja kifejezni ezt a világot, ezt a digitális világot, meg ezt a hatást, és ugye egy ilyen ritmikát próbáltunk a rendezésben felállítani. A kiállított darabokat 70 művész alkotásaiból sikerült összeválogatni. Az alkotások között digitális nyomatok láthatóak, a művekben közös, hogy a tervezésben, megformálásban szerepe van a számítógépnek, a digitális effektusoknak. Megjelenési formájában is látszik, mert ugye ezekkel olyan hatásokat érünk el a digitális eszközökkel, amit más klasszikus eszközökkel nem lehet. Tehát olyan rétegződéseket, olyan finom átmeneteket tudunk létrehozni, amit vésővel, ecsettel, ceruzával nem lehet. Színekben, akkor anyagszerűségében, tehát most már odáig fejlődött a technológia is, ami nekünk nagy segítség, hogy minőségi papírokra, vászonra, akvarelpapírra lehet nyomtatni, és hatalmas méretekbe. Tehát a méretnek is kitágította a határát. Egész picitől a hatalmas nagy falméretnyi képig. Tehát ez mind nagyon érdekes, hogy mindig vágyott minden művész szerintem, hogy minél nagyobban láthassa. Hát itt most egy ilyen középméretet tudtunk kiválasztani, úgyhogy egymáshoz is illenek, jól lehet rendezni, ez a 70x50-es, 60x50-es, 50x50-es képekről van szó. Körülbelül 110 mű
jött be. Tehát igyekeztünk arra is reflektálni, hogy nem csak kifejezetten Neumannról, illetve Neumannról és a számítógép hatásáról, de ehhez beadhattak régebbi munkákat. Tehát ugye mi ebbe dolgozunk, most már lassan mondhatnám, hogy évtizedek óta. És ennek alapján válogattunk most egy ilyen, ezt a kollekciót. Az esemény megnyitóján Hajós Éva, az első Béla gimnázium igazgatója beszélt a megjelenteknek a Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Versenyről. A Neumann János Számítógép Tudományi Társaság igazgatója pedig annak munkáját mutatta be a rendezvény elején, míg Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója a régió, az erőmű és Neumann kapcsolatáról beszélt. A kiállítás április 23-áig látható a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban.